Nos, ha otthon több laptopon is dolgozunk, vagy a családon belül szeretnénk egymásnak fájlokat küldeni helyben, vagy épp egy távoli PC-re valaki másnak, vagy Windows és macOS rendszerű számítógépek között is szeretnénk ezt megtenni, és nincs fizikailag csatlakoztatható eszközünk ehhez, vagy épp nem olyan kapacitású, mint amire szükségünk lenne, mint például pendrive, SD kártya, külső merevlemez, és nem akarunk felhő alapú tárhelyeket sem használni erre a célra, még mindig van más megoldás is fájlok megosztására. Windows 10 rendszerben helyi adatátvitel PC-k között, megosztás otthoni hálózaton internettel. Otthoni Windows rendszerű gépek összekötésére a legegyszerűbb a hálózati összeköttetés. Első lépésben bizonyosodjunk meg arról, hogy a PC-k ugyanazon az internet hálózaton vannak. A beállításokat egyszer kell csak megcsinálnunk, írjuk be a keresőbe, hogy speciális megosztási beállítások kezelése, egyébként bármit, amit csupán elkezdek beírni a PC keresőbe, pár betű leírása után ki is adja, amit keresek, így végig sem kell azt gépelni. Vagy start menü, fogaskerék, itt ez a gépház, hálózat és internet, megosztási beállítások. Ott a magánjellegű, illetve vendég vagy nyilvános alatt is válasszuk ki a bekapcsolást. Az összes hálózatnál szintén megosztás bekapcsolása, 40 vagy 56 bites, jelszót pedig nem szeretnék, tehát azt kikapcsolom, módosítások mentése. Most menjünk a PC fájl kezelőjébe, ott válasszuk ki azt a meghajtót vagy mappát, amit szeretnénk megosztani. Én most például megosztom a C meghajtómon az Éva nevű mappát, jobb egérgomb, tulajdonságok, megosztás, kiválasztom, hogy mindenki, hozzáadás. Kiválaszthatom, hogy csupán olvasni tudjanak benne, vagy akár szerkeszteni is. Én az utóbbit választom, írás-olvasás kiválasztásával. Megosztás, és már meg is jelenik, hogyan fog kinézni a megosztott mappám. Kész. Most menjünk a speciális megosztásra, pipáljuk ki a mappa megosztását. Ha szeretnénk, a megosztás név alatt a hozzáadásra kattintással megváltoztathatjuk a nevét tetszés szerint. Kattintsunk az engedélyekre, pipáljuk ki, hogy mindenkinek teljes hozzáférése legyen. Ha esetleg a te gépeden valamiért ez nem jelenne meg, kattints a hozzáadásra, kezd el begépelni a mindenkit, ha már csak elkezded is nyomsz egy entert, kiadja, ott válaszd mindenki, oké, alkalmazás, oké. Feljebb kattintsunk arra, hogy biztonság, a mindenki alatt válaszuk, hogy szerkesztés, hozzáadás, beírom, hogy mindenki, ahogy előzőleg, ott kiválasztom, mindenki. Kipipálom, hogy teljes hozzáférést engedélyezek. Az alkalmazra kattintásnál ne ijedjünk meg, hogy bizonyos rendszermappákat biztonsági okokból nem akar megosztani. Végig kattintsunk a folytatásra, mivel nálam már eleve ez volt kiválasztva, így ez most nem jelenik meg. Láthatjuk a fájlkezelőben a hálózat alatt, hogy a saját laptopomon, main laptop, bekerült az Éva mappa, amit megosztottam benne a fotókkal. Ugyanezt a folyamatot végigvittem a másik laptopon, aminek pici laptop nevet adtam, és már annak a megosztott mappáihoz is hozzá tudok férni. Ugyanúgy tudunk most már dolgozni bennük, mintha egy PC-n lenne minden. Másolhatunk innen, oda, stb. Ha szeretnénk gyors elérést a megosztott mappánkhoz, az ez a gép meghajtói között, menjünk a másik gép megosztott mappájára, vagy meghajtójára, ha azt osztottuk meg. Kattintsunk jobb egérgomb, hálózati meghajtó csatlakoztatása. A meghajtó betűjelét is megváltoztathatjuk, pipáljuk ki, hogy bejelentkezéskor újra csatlakoztatás, befejezés, és már ott is van a meghajtónk. El is távolíthatjuk, ha akarjuk, jobb egérgomb, kapcsolat bontása, figyelmeztetés, oké, és már nincs is ott. Akár még a hálózati megosztást is visszavonhatjuk, megosztott fájlra kattintsunk, jobb egérgomb, tulajdonságok, felül megosztás, azon belül speciális megosztás, és csak vegyük ki a pipát a mappa megosztásból. Alkalmaz, figyelmeztet, oké, és már el is tűnt a megosztott mappánk. Ha meggondoltuk magunkat, menjünk vissza és pipáljuk ki a mappa megosztást, alkalmaz, oké.
Előfordult már többször, hogy valamiért automatikusan nem hozta be a megosztott mappákat, pedig ugyanazon az internethálózaton volt a két gép, és be is volt kapcsolva mind a kettő, ilyenkor az alábbit teszem. PC keresőjébe beírom futtatás, angolul run, a magyar billentyűzeten az Alt-GR plusz Q betű kombinációval balra dőlő ferdevonal kétszer, és annak a gépnek a neve, amiről megosztottunk, itt például pici laptop, enter, és azonnal behozza a megosztott mappát. Hogyan nevezzük át a PC-t? Fájlkezelő, ez a gép, jobb oldalt az üres részben bárhová kattinthatok egér jobb gombbal, tulajdonságok, beállítások módosítása, módosítás, ott beírhatom azt a nevet, ahogy szeretném, hogy a PC-m megjelenjen. Nem lehet a névben szó köz, akkor kötőjelet teszek. Megosztás Ethernet kábelen keresztül, internet nélkül. Bár nem minden PC-hez van lehetőség Ethernet kábel csatlakoztatására, erre szolgálnak az átalakítók. Ha szeretnénk egy gyors megoldást két PC összekötésére külső eszközök, adattárolók nélkül, ez is egy megoldás lehet. A beállításokat itt is csak egyszer kell megcsinálni. Először is bizonyosodjunk meg arról, hogy nem vagyunk rajta az interneten egyik gépen sem, és az automatikus csatlakozás is ki van kapcsolva a Wi-Fi-n. Többféleképpen is megnyithatom. Ott is látom megjelenni, vagy például a keresőbe is beírhatom, Ethernet beállítások, megnyitás, bal oldalon állapot, megosztási beállítások. Ugyanazokat a beállításokat tegyük meg mindkét gépen, mint a hálózati kapcsolódásnál. Majd menjünk a hálózati és megosztás központra, kattintsunk az Ethernet kapcsolatra, tulajdonságok, a fájl és nyomtató megosztás legyen kipipálva, majd menjünk a TPC per IPv4-es sorra, tulajdonságok. A következő IP cím használata 192.168.0.2. Ez minden első számú gépnél ugyanaz mindig. Nyomjunk egy Entert, és automatikusan beírja az alhálózati maszk számát, ami szintén mindig ugyanaz. A második gépnél egyetlen dolog változik, az IP cím vége nem 2, hanem 3 lesz. Ahogy ez megvan, már hálózatban is van a két gép internet nélkül, és mehet a fájlküldés a megosztott mappák vagy meghajtók között, ugyanúgy, mint ahogy előzőleg mutattam. És most nem látom még a másik gépet, jelen esetben ez egy Acer laptop, ahogy ismét a keresőbe beírom futtatás, Alt-GR Q-val, kettő balra ferdevonal, Acer laptop, Enter, is már ott is van. Az egyetlen hátránya, hogy addig jó, míg nem csatlakozunk a Wi-Fi hálózatra a gépekkel, mert az felülírja, és már a Wi-Fi-n keresztüli hálózati kapcsolatra áll át. Előnye viszont, hogy az adatátvitel gyorsabb, mint interneten keresztül. Egy érdekesség, Windows rendszerben egyik PC teljes tartalmát is át lehet vinni egy másik PC-re egyetlen kábel összeköttetéssel, aminek neve Pluggable USB 3 Transfer Cable. Magyarországon én még nem láttam, de az Amazonról, eBay és egyéb helyekről, külföldről beszerezhető, belinkelek róla egy YouTube videót, ha valakit érdekel, az automatikus feliratozás bekapcsolásával, amit egy korábbi videónkban átvettünk, meg is tudja nézni. Mac és Mac, Windows és Mac közötti helyi adatátvitel hálózati kapcsolattal. Egy MacBook Air-rel tudom megmutatni a beállítást, de két Mac gép összeköttetése már rajtatok áll, akik rendelkeztek két vagy több Mac rendszerű PC-vel. Beállítások, először is hozzunk létre egy megosztott mappát. Menjünk a Finder menüsoron, belül a bal felső sarokban az Apple jelre, és válasszuk a rendszer beállítások menüt, vagy az alsó sorban a fogaskerékre kattintva. Nyissuk meg a megosztást, és pipáljuk ki a fájl megosztást. Kiírja a fájl megosztás be. Itt a nevet is átírhatjuk, ahogy szeretnénk, hogy más gépen megjelenjen, szerkesztés.
Menjünk a beállításokhoz, és pipáljuk ki a fájlok és mappák megosztása SMB és vagy AFP használatával. Az SMB Server Message Block egy protokoll, amellyel erőforrások, például fájlok és nyomtatók oszthatók meg egy hálózaton, több más eszköz között. Windows rendszerrel való összekötésnél is ezt kell kiválasztanom. AFP Apple File Átviteli Protokoll. Én most mindkettőt kiválasztom. Alatta a fiókot kipipálom, be kell írnom a Mac-hez való bejelentkezésre, jelszóját, oké. Adjuk hozzá a megosztani kívánt mappánkat a plusz jelre kattintva, és válasszuk ki, hogy kivel hogyan szeretnénk megosztani, csak olvasható legyen, vagy írható-olvasható, azaz szerkeszthető bárki számára. Mac és Mac között. A megosztás ablakban a beállítások fölött kiírja az IP címet. Ezt írjuk fel magunknak, és a másik Mac PC-n, ami nekem most nincs, így csak itt tudom megmutatni, tehát azzal a PC-n, amivel a hálózati kapcsolatot szeretnénk létrehozni, ezt kell beírni az alábbi helyen. Ugrás, kapcsolódás szerverre, ide beírhatom az IP címet smb2.2-192. stb. Ha a másik Mac gépen is ugyanez ezeket a beállításokat megcsináltuk, már fel kell, hogy ismerje. Windowsról Mac-re. A Windows PC-n ugyanazok a beállítások, mint a hálózatinál. A Mac-en Finder menüsor, ugrás, hálózat, és már ott is van a Windows laptopom. Néha várni kell egy kicsit, míg behozza. Ha még esetleg nem jelenne meg, az előzőekhez hasonlóan az eljárás, ugrás, kapcsolódás a szerverre, beírom a Windows PC IP címét, ezt az alábbi képen nézhetjük meg a Windows gépen. Keresőbe írjuk be parancsor, ide pedig gépeljük be ipconfig, tehát ipconfig, enter. Nekünk a wireless ... Wi-Fi alatt kell az IPv4 address. Elébe kell írni, hogy smb2.2 vonal csatlakozás, mint vendég, és már ott is van. Macről Windowsra, ehhez menjünk a Windows gépen a keresőbe, azt is beírhatom, hogy futtatás, angolul run, és ugyanúgy beírhatom a címsorba a 2 ferdevonal, Alt-GRQ, után a Mac nevet, amiben, ha nem vagyok biztos, meg is nézhetem a Mac gépen, rendszerbeállítások, megosztás és a fájl megosztása kiválasztásnál a számítógép neve alatt. Vagy a fájlkezelőbe angolul Windows Explorer, és az ez a gép, this PC sorába írjuk be 2 ferdevonal, és utána azt a nevet, ahogy a Mac gépen beírtuk. Felhozott egy olyan ablakot, hálózati hitelesítő adatok megosztása, felhasználó név, jelszó. Amivel a Mac gépünkre bejelentkezünk, azt kell beírni. Végezzünk adatátvitelt a két gép között. Ne felejtsük el, hogy a hálózati összeköttetéshez a másik gépnek bekapcsolva kell lennie, ugyanarra az internet hálózatra kapcsolódva. Helyi és távolsági internetes adatátvitel Windows és Mac rendszerek között is. Send Anywhere. Az előző videóban már megmutattam, hogyan telepíthetjük és használhatjuk, így most csak gyorsban mutatom, aki nem látta, az megnézheti, a videó alatti időbeosztásra kattintva ott indul el. Amennyiben azonban a PC-n is rajta van, ami között adatátvitelt szeretnénk folytatni, egyszerre akár 10 GB-nyi anyagot is átküldhetünk interneten keresztül bárhol a világon. Küldök most a Windows gépről, amit itt Users Windows-nak nevezett el, a Mac gépre, ami a MacBook Eva.local nevet kapta. Belehúzom a küldendő fájlt, a fogadó gépen a transfer alatt a receive részben beírom a számot, ami megjelent, és mehet is a küldés. Most már megjegyezte a rendszer, innentől kezdve úgy is küldhetek, hogy a PC nevére kattintok. Fogadáshoz rá kell kattintani a fájlra, hogy meginduljon rá a letöltés. Az internet sebességétől függ a küldés és fogadás gyorsasága. Otthoni használatnál számomra nem ez az első számú módszer, azonban Magyarországon kívül Angliába is küldtem így képet, videót, ami ugyanolyan gyorsasággal jött vagy ment át, mint itthon.
TeamViewer. Ez annyiban másabb, mint a Send Anywhere, hogy itt egymás gépébe is bele lehet menni, és nem csupán adatátvitelt folytatni, hanem akár úgy dolgozni a másik gépben, mintha a sajátunk lenne, sőt, Android telefonról is meg lehet ugyanezt tenni, és még több minden mást is. Mással történő adatátvitel tekintetében abban az esetben használjuk ezt a programot, ha megbízunk abban, akinek átadjuk a PC-nk feletti irányítást, hiszen ki is törölhetnek bármit a gépünkről. Telepítsük mindkét gépre a programot személyes és ingyenes használatra, Windowsra és Macre fogom egy időben. A másik gépen megadott azonosítót és jelszót írjuk be, a jelszó minden alkalommal más. Először is nézzük meg azt a verzióját, ami a távoli vezérlés, ez akkor lehet hasznos, ha egy számítógépes ismerősünket szeretnénk kérni, hogy segítsen valamiben a gépen, és nincs idő vagy lehetőség, hogy ezt személyesen megtegye, bármikor, bárhonnan ezzel a programmal rá tud csatlakozni a gépünkre. Most itt az adatátvitelt próbáljuk ki. Üzenetet is lehet egymásnak írni, fájlt pedig a pici ablakba csak bele kell húzni, azonban 25 megabájtnál nagyobb méretű fájlt így nem lehet küldeni. Most itt már csak a Mac gépet látjuk, ahogy a Windowsról küldök rá egy fotót. Most pedig a fájl átvitelt választjuk, itt már automatikusan felismerik egymást a PC-k, jelszót megadjuk, és megjelenik egy olyan munkafelület, ahol bal oldalon a monitor jel mellett látom a Mac gépet, mac-eva.local néven, jobb oldalon a Windows-t, eva-laptop néven. Itt kell egyikből a másikba a fönti küldésre vagy fogadásra kattintással fájlt küldeni. Küldjünk mondjuk egy fotót Mac-ről Windows-ra, vagy Windows-ról Mac-re, majd egy videót Mac-ről Windows-ra. És persze a Mac-nél ott a biztonság, mindent külön el kell fogadni. Megosztás Logic számítógépes egéren keresztül. A YouTube-on találtam egy olyan megoldást, amikor két vagy több PC-t, akár Windows vagy macOS operációs rendszerrel, egyetlen számítógépes egérrel és billentyűzettel tudunk használni és egymásba fájlokat áthúzni. Ehhez minimum egy kb. 30 ezer forintos Logitech MX Master 3 egérre és egy ingyenes szoftverre van szükség, ami a logitech.com weboldaláról letölthető. Ki kell választani, hogy Windows vagy Mac gépre szeretnénk letölteni. Ha valakinek van ilyen és bevált neki, kommentelje a videó alatt. Belinkelek erről angol nyelvű YouTube videókat. Egyébként a több PC egy egér is billentyűzet használata nagyon hasznos, főleg most, ahogy többen otthonról dolgoznak, akár egy céges, plusz egy saját gépről, és kényelmesebb a két gép között egyetlen egérrel dolgozni, mint mindig külön-külön áttérni egyikről a másikra. Bár ennél a megoldásnál file átvitelre nincs lehetőség, csupán az egér és billentyűzet kerül megosztásra. Próbáltam egy olyan programot is feltelepíteni, ami Mac és Windows között is működik, találtam is hozzá a Barrier nevű programot, amit letöltöttem, beállítottam is, elvileg működik, gyakorlatban mégsem. Azért belinkelem, hát ha valakinek sikerül. Van még egy úgynevezett Mouse Without Borders nevű Microsoftos program is, amit nekem letölteni sem sikerült, és lehetséges, hogy nem is ingyenes a program, de azt is belinkelem. Két Windows operációs rendszerű gép között van azonban egy olyan ingyenes program, amit én is használok, aminek neve Input Director. Mindkét vagy esetleg három PC-re is le kell tölteni a programot és beállítani, fontos, hogy ugyanazon az interneten vagy Ethernet hálózaton legyenek a gépek. Határozzuk meg, melyik
legyen a fő PC, és melyek legyenek a hozzácsatolt, avagy alárendelt PC-k. Beállítása baloldalt Client Systems, jobb oldalt Add megnyomásával hozzáadhatom azt a PC-t, amit össze akarok vele kötni. Alatta elrendezhetem, hogy jobb vagy baloldalt, akár felül legyen, és akkor az egér abba az irányba fog mozdulni. A Global Preferences részben kipipálom, amit kell, és kész. Ugyanezt mindkét gépen meg kell csinálni. Nálam azonban előfordul többször, hogy lefagyott az egér, és csak az Alt-Ctrl-Delete-tel tudtam visszakapni az irányítását. Ettől függetlenül hasznos program, ehhez is linkelek be YouTube videót. Érdekesség Windows 10-ben osztott képernyő. Az osztott képernyő funkciónak én különösen nagy hasznát veszem a fordításoknál és videókészítéseknél is, hanganyag és szövegegyeztetésnél. A jelenlegi videóknál is ezt használtam, amikor láttok például két telefont vagy két PC képernyőt egymás mellett. Az Active Presenter nevű programmal felveszem külön-külön a gépeken, majd osztott képernyőben két külön videó lejátszón elindítom, ugyancsak az Active Presenterrel felveszem. Az osztott képernyőhöz a megnyitott ablaknál felül a középső, azaz kicsinyítés gombra kattintok, majd megfogom az egérrel a felső résznél, és addig húzom oldalra vagy lefelé, amíg nem látok egy másik ablak körvonalát. Olyankor csak elengedem az egérrel, és már ott is van az osztott ablak. Akár négy ablakot is használhatok egyszerre egy képernyőn. Itt folytatjuk a következő videóban, ahogy mindig, ha van bármi kérdésetek, meglátásotok, hozzászólásotok, ami más számára is segítség lehet, jelezzétek!